Érkeznek az izgatott óvodás csoportok a Salgótarjáni ifjúsági irodába. A gyerekek kíváncsian várják, hogy ez alkalommal mi újat tanulhatnak a hangszerekről és a zenéről. Idén januárban indult újra, új helyszínen az Őzike hangverseny sorozat, kifejezetten az óvodások megszólítása céljából. Február 28-án az öt alkalomból álló kezdeményezés második előadása szerveződött meg a Cityben. A foglalkozások alapját minden alkalommal Hidas Frigyes zenéje adja. Hidas Frigyes írt egy zenét, amelyet hát Torják Vili tanárbácsi úgy gondolta, hogy ez nagyon jó abból a szempontból pedagógiailag, hogy be lehet mutatni ezeken keresztül a hangszercsoportokat. Négy alkalom, ami csak a hangszerekkel foglalkozik, külön-külön, együtt, hogyan szólnak, milyen anyagból vannak, és az ötödik alkalom, amikor már az összes hangszer megjelenik, és ez az alkalom, amikor Hidas Frigyes zenéje megszólal, és alatta, vagy fölötte maga a mese, és most már értő füllel fogják majd hallgatni, nézni a gyerekek. Segíts nekem, légy szíves, kiválogatni, hogy melyik lehet ugyanannak a hangszernek a darabja. Jó, csak kiválogat, nem kell összerakni. A hangverseny sorozat a zenére és a mesére épül, de az interaktív játék is nagyon fontos szerepet kap egy-egy találkozás alkalmával. Szerencsére sikerült úgy ezeket a programokat, ezeket a napokat úgy szervezni, hogy játékosak, interaktívak, úgyhogy nem csak hallgatják, mert ez egy kicsit felnőtt embernek is fárasztó, hanem ők maguk is részt vesznek benne, ők maguk vesznek részt a hangszerek kiválasztásában, hogy mi az a két-két hangszer, ami a legvégén szerepel majd Hidas Frigyes zeneművében. Természetesen vannak sugallatok, tehát próbáljuk őket arra felé terelni, válasszák a medvének a fagottot, vagy a klarinétot, mondjuk a kakuknak, ami több komoly zenei műben is szerepel. Kicsit kevesebben vannak, mint az előző turnusban, két csoportban, de ennek is megvan a maga előnye, hiszen akkor többet tudunk játszani. A gyerekeket egy kicsit rá tudjuk vezetni a zene szeretetére, hogy nem csak a könnyű zenét lehet esetleg szeretni, hanem bizony a komoly zenében is vannak olyan mókás dolgok, amit érdemes megtanulni, megegyezni. Azért is érdekes ez a programsorozat, mert bemutatja a gyerekeknek, hogy milyen hangszercsoportok vannak, meg tudnak velük közelről ismerkedni, így fel tudjuk a figyelmüket hívni arra, hogy lehet látogatni a zeneóvodát, be lehet iratkozni a zeneiskolába, és szeretettel várjuk őket. Úgy, ahogy Kodály Zoltán is mondja, ezt nem lehet elég korán kezdeni, már az anyuka hasában kell, hát kicsit elkéstünk, de nem baj, mert óvodásokkal folytatjuk. Nagyon nehéz, kicsit. Minden hangverseny zárása a hangszer simogató. A gyerekek így nem csak hallhatják, láthatják, de meg is érinthetik a különböző hangszereket. Még egy kis tanulás, aztán remélhetőleg minél többen meg is szólaltatják majd azokat. Az Őzike hangverseny sorozat közel 100 óvodás részvételével zajlik. A támogatóknak köszönhetően 39 gyermek számára ingyenes a kezdeményezés. Ők olyan fiatalok, akik egyébként nem jutnának hozzá ilyen különleges élményekhez.